Ez ki hozta, jó? Ezt kaptuk ajándékba a izé, kamerához. Miért kamera izé? A csúcs az egy állat. Ez nem szabad megenni, ez nem tojás, hanem egy állat. Aki megeszi, az egy állatkínzó. Emlékszem, amikor kiküldöttél a csirkét olyat? Kis csirkék szaladgattak a szobába, emlékszem? Majd mindjárt megsütjük. Kölcs, kétek! De hogy sütöd, Marni? Kölcs, hogy is rand vele? Hát ott a főzel léka. Hát ahhoz jó lesz feltétnek egy nagy tükör. Meg, te a feltétet, tiszta gusztus. Valami teszel ilyen? Igen. Megnézzük, hogy milyen. Ha, hát úgyse... De egy állat van! Hát de csak megnézzük, hogy milyen. Én ki fogom költeni. Ki fogod költeni? Hát de nem mind a hármat, egyet csak, egyikre bírsz ráülni, háromra nem bírsz ráülni. Hogy költött kert, ez nagyon-nagyon nehéz. De ez a nagyon-nagyon. Az Zoli, az kifutik. Mi van? Bezugrönt a karja. Ahogy nézem meg, hogy hogy van ez. Várjak, na. Engedem. Hát majd a Zoli megint kipróbálom, majd ideje. Mi van, Zoli kamera, azt nem hogy csináljam ma én? Menni ma innen, no. Be is szaunázunk, vagy csak szaunázunk. Várjak, megkocogtatjuk. A Zoli-ennek nagyon kemény héja van. Esküszöm, mint egy krokodilnak. Én nem eszek a Zoli-nek a tojásabú. Ennyi. Úristen! Fúha, de gusztustalan. Mi? Ezt nem van mosva. Hát jó, egy piki, hát folyó kívül. Baszt a mindenit. Hát esküszöm, 20 tojás nincs akkor a Zoli. Na jó, az Zoli, gyere, visszadom a kamerahozást. Hát csak valahol elég. Na, innen már tudjátok folytatni. Most már azt akkor éljük. Jaj, nézzük! Virág meg először ki fog kelni a tojás. Ó, Virág, nagyon hideg van. Persze. Nem fog megsülni. Behosszad a hideget. De tiszta hideg. Behosszad a hideget. De üljél már rá. Becsuk már be. De üljél már rá. De üljél már rá. De tiszta hideg. Fel kell melegíteni a testet melegével. Semmi. Majd én nem tudom, hogy ki fog menni. Úgy, és most. Vizik közel vagyok. Menj ma magadnak haza, magad ott veszél. Te be ott vigyed ma. Tök jó most be. Hol? Ja? Na. Ott a tojás, ott van. Te ott vagy. Kérdezés lesz. Tudod, kis buba vagyok fel. Aludjál, kis tojás. Kérdj. Gyerünk, ma nézzük ma végig az asszon. Na, akkor mesélek. Na. 1993-ban elvettem őt, mint Bea. Hát akkor mi nem volt ennyi féle csoki? Alkult szakadva. Akkor nem volt ennyi féle csoki? Alkult szakadva, azt a gasparokba azon, aki kivel bűnődött. Felszedett egy jó 25-26 kilót. Ahogy ne, ti nem ismertétek csak a nokedlit. Hát ne híztam volna, meg. Ti nem ismertétek? Hétfőn nokedli, kedden tészta, szerda, lecsos tészta. Csütörtökön ismét nokedli, pörkön, vasárnap mi? Mindig tészta, tészta, nokedli, és ez így váltakozott, ahogy tészta Zoli, van. Zoli, nézzük meg rá, mint a farára, a kaliára, meg az arcára. De ülj már rá, légy egy pici. Egy pici. Csináltam! De nem ültél rá, nem ért hozzá a segget. De azt csináltam, hogy laktad volna, itt lettél volna mögötte. Ha légy. Micsoda? Hát az ugyan olyan, mint a rendes csúktolás, az a fehér, hogy hívja. De ez nem az csúnya. De hogy csúnya, nem. Az Zoli, értél rosszat. Komos, nem mondod komolyan. Jó, gyerekek. Hát ez bazi sem eszi meg csúnya. Ha látod, hogy a kutya is kihalnyagolt. Semmi is ilyen nincsen. Tojást, hogy egy armeni félnézt lett. Okos operatőr, de. Húga már. Most szerintem nem, ott tegyünk rá a borsot először. Na, ott van a borsnál. Akkor elmész innen, Opcsi? Fel, pena. Na, nem is kell többet sütni. Opcsi! Zoli, az tiszta bors, hogy mindenki tüsszög. De laki, jó magadnak, reggelizzél még. Nem ma durva, jaj, de jó. Jobb lett? Nem rossz. De nem is jó. Menj.